Úgyhogy ezek ilyen betörési pontjaink, vagy mondhatjuk úgy, hogy mint ahogy a betörő, vagy a lexikon ügynök, betettük a lábunkat egy kicsit, kicsit az ajtóba ezzel, hogy minden településen van ilyen kötelező ifjúsági szolgáltatás. Nehéz elmenni amellett, most egy kicsit arról fogok beszélni, hogy milyen kihívások vannak ebben az évben az ifjúsággal foglalkozók számára. Európában, az Unióban az egyetlen olyan ország vagyunk, amelyiknek nincs egységes nemzeti ifjúsági tanácsa, és most egyébként nem kevés határon túli munícióval és példával felfegyverkezve, éppen a Magyar Ifjúsági Konferencia az, aki letéteményese annak, hogy a Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanácsot létrehozza. Mi pedig mobilitásként azt a felelősséget kaptuk, és az a feladatunk, és ezt nagyon szívesen és nagyon nagy elánnal fogjuk csinálni, hogy helyben az ifjúsági szervezeteket és a fiatalokat megpróbáljuk bevonni ebbe a folyamatba, hogy ez ne egy felülről jövő, ne egy Budapesten hűvös szobában megvalósuló nemzeti ifjúsági tanács legyen, hanem tényleg a helyi szervezeteknek a közös parlamentje, amiben majd minél többen legyenek, és jó nehéz lesz majd megegyezni. De akkor is ez nagyon fontos. Mivel segítjük a saját szervezeteinket? Egyrészt segítjük őket a forrás teremtésben. Holnap itt Szegeden kezdődik el egy olyan regionális roadshow, amiben több kis térségben is megyünk az Esélyek Házával együttműködésben, ahova elvisszük ezeket az ifjúsági pályázatokat, bemutatjuk, lehívjuk a nagy szakembereket, hogy a kínos kérdéseket ne felénk tegyék fel a pályázók, hanem az avatott szakembereknek, és segítjük őket abban, hogy a projektjeiket jól tudják kitalálni, és jól tudjanak pályázatot megírni. Nagyon kicsi az idő, tehát hogy 3-4 hét van addig, ameddig a beadási határidő, úgyhogy nagyon, nagyon sokat, nagyon gyorsan kell dolgoznom. A másik, ami kifejezetten ide tartozik, az az, hogy határon átnyúló kapcsolataink is vannak. Egyedülálló módon ebben az eurorégióban, tehát a Dunakörös-Maros-Tisza eurorégióban van olyan együttműködés, ahol a nagy ernyőszervezet, ugye van a civil szervezeteknek egy ernyőszervezet ebben az eurorégióban, ez a DKMT ERIS, ez az Eurorégió Ifjúsági Szövetsége, ami mellé felsorakoztak a közigazgatás intézményei is, tehát a Vajdaság Autonóm Tartománynak, Magyarországról a Mobilitás Délalföldi Irodájának és a Nyugat-Romániai Megyei Ifjúsági Igazgatóságoknak 2005-ben déván született egy közös nyilatkozata, amiben a közigazgatási intézmények is támogatják a civil szervezeteket eszközzel, módszertannal abban, hogy a határon átnyúló együttműködéseket ki tudjuk aktázni. Nekünk mindenképp ez a kitörési pontunk, úgyhogy sok ilyen programot szeretnénk segíteni, támogatni, életre hívni, mint mondjuk ez a Borderless Europe is. Feladatunk még, hogy az ágazatok közötti együttműködést támogassuk. Ugye a fiatalok nem sorolhatók be egy ágazathoz. És sajátosan a fiatalokat nem látjuk egyébként, amikor az ágazatok között mozognak. Tehát amíg az oktatási intézményben vannak, akkor tudjuk, hogy ott vannak, amíg a családnál vannak, tudjuk, hogy ott vannak, amíg betegek, tudjuk, hogy az egészségügyi ellátási rendszerben vannak, de közötte, ami azért rettenetesen sok időt jelent, és a kortárs csoportjaikba töltik, nem tudjuk, hogy mi van a fiatalokkal. Úgyhogy emiatt és az eszköz hiányunk és a forrás hiánya miatt az ifjúsági területnek muszáj, hogy a többi ágazatot együttműködésre késztessük. Úgyhogy van egy ilyen felelősségünk. Segítjük a helyi ifjúsági munkát, a polgármestereket, döntéshozókat ráébreszteni arra, hogy nekik van dolguk a helyben lakó fiatalokkal. Meglepő módon egyébként ebben rendkívül nyitottak szoktak lenni, inkább arra panaszkodnak, hogy nincsen eszközük. Össze tudják hívni a fiatalokat, meg tudják kérdezni, hogy mi bajuk van, de utána nem tudják ezt továbbvinni. Tehát, hogyha nincs helyben olyan szereplő, mint az említett szabadkai hálózat, vagy az ifjúsági irodák, vagy az ifjúság segítők, akkor ők ennél többet nem tudnak tenni, és emiatt ők nagyon frusztráltak. Tehát nagyon könnyű egyébként őket belehozni ebbe a szerepkörbe, mert ugyan melyik politikus mondaná azt, hogy ő egyébként ezzel a generációval nem kíván foglalkozni, hiszen egyrészt a jövő szavazóiról beszél, ha csak ilyen szűken veszük, másrészt pedig mégiscsak valamiféle ügyként vállalta ő el ezt a döntéshozói szerepet. Úgyhogy ebben az ifjúság kutatástól kezdve a helyi kerekasztal létrehozásán át a hogyan érdemes ifjúsági információs tanácsadó irodát létrehozni, nagyon sokféle szerepkörben meg szoktunk jelenni és tudjuk segíteni a helyi önkormányzatokat. Amennyiben tudunk találni olyan helyi szereplőt, civil szervezetet vagy szakembert, akinek az említett katalizátor szerepköre helyben tud működni, mert mi rajta keresztül tudjuk csak támogatni a helyi ifjúsági munkát. Jó,
Vannak képzéseink, a mobilitásnak akkreditált képzései is vannak, tehát minőségbiztosított a képzési rendszerünk, és a nem formális tanulástól kezdve, hogyan vonjuk be a fiatalokat, a hogyan csináljunk ifjúsági munkát, a diákvezető képzésen át nagyon sokféle képzésünk van, többnyire a Budapesti Európai Ifjúsági Központban szoktuk ezeket tartani. Idén nyáron lesz egy nyári szabad egyetemünk ezekkel az akkreditált képzésekkel május végén, és a határon túli ifjúsági vezetőknek, ifjúsági szakembereknek ez többnyire kedvezményes is szokott lenni. Egyébként mindenkinek kedvezményes, mert az önköltség alatt van, de kifejezetten a határon túliak számára pedig még kedvezményesebbé szoktuk tenni. Ez most május végén, ez május utolsó hetében, a hosszú hétvégén, és Kecskeméten, tehát hogy nincs messze. Kutatás, elemzés, lobby, terepgyakorlat, erről András sokat beszélt, mi terepgyakorlat koordinátorai vagyunk az ifjúság segítő szakos hallgatóknak, és az a feladatunk, hogy megpróbáljuk őket olyan terepre koordinálni, és a szervezeteket meg olyan gyűjtőkörből gyűjteni, ahol tényleges ifjúsági munka zajlik. Sajnos ebben elég sok csatát vesztettünk az elmúlt időszakban, tehát sorra zártak be nagy, múltú ifjúsági irodák, szerte az országban jellemző ez. Tehát amikor azt mondjuk, hogy képezünk sok ifjúság segítőt, akkor mellette nagyon fontos lenne azoknak a helyeknek a támogatása, ahova ezek az ifjúság segítők kerülhetnek, tehát ahol ifjúsági közösséggel egyáltalán találkozhatnak, hiszen nagyon jó a család segítőbe kerülni, nagyon jó a gyerekjóléti szolgálathoz kerülni, de azért ezek a klasszikus ifjúsági klubok, ifjúsági közösségi terek, ifjúsági információs irodák, ifjúsági referensi munka, ezek nagyon fontosak, hogy továbbra is legyenek. Jó, néhány forrás, amit hoztam, és úgy gondolom, hogy ide tartozhat, hogy hasznos lehet a számotokra. Az egyik az, hogy vannak úgynevezett ifjúsági polgármesterek, ifjúsági testületek, ifjúsági önkormányzatok Magyarországon. Ez egy francia mintára létrejött gyermek- és ifjúsági önkormányzati társaság, több településen is működik, és mivel erős a hálózata, és itt kapcsolódnék a szerbiai szabadkai előadáshoz, ahol a hálózatnak a szerepét hangsúlyozta ki az előadó. Nagyon fontos, hogy a hálózat meg tudja tartani ezt a szakmai munkát, és ahol nincs egyfajta hálózatosodás, ott az emberek magukra vannak utalva, és nagyon, nagyon könnyen erejüket vesztik ebben a munkában. Ez egy elég erős hálózat. Azért érdekes, mert a délalföldi régió különösen erős egyébként hálózatokban, ebben is erős, és nagyon érdekes lenne mondjuk a határon túl, akár a testvér településeknél, akár a kisebb településeknél mondjuk megnézni azt, hogy tényleg milyen az, hogyha helyben, tehát hogy lehet-e mondjuk ezt, ennek a kultúráját terjeszteni. Úgy tűnik, hogy ez a fiatalok bevonására egy ilyen hatékony eszköz. Tulajdonképpen helyben ők szimulálják, választják, tehát ez hivatalos úton, szabályzatban leírt módon választanak képviselőtestületet és ifjúsági polgármester, akik aztán alkalmasak lesznek, hogy települési szinten tudjanak tárgyalni, érdeket képviselni, akár polgármesterrel is. Úgy, hogy közben ez, és ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy nálunk is, és Szerbiában is, hogy közben ez ideológia semleges, vagy párt semleges alapon marad. Tehát, hogy ez nem egy pártnak a helyi ifjúsági szervezete, ami nagyon erős lehet, és tényleg nagyon jó ifjúsági munkát végezhet. Jelen pillanatban egyébként számtalan ilyen helyzettel tudunk találkozni, mert az élet ezt szülte, hanem ez egy teljes fiatalságot lefedő, demokratikusan választott, tehát tényleg a demokráciának egyfajta szimulációja élesben. Ide hoztam még a Klubvadászok című filmet. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy sok közösségi tér létesült Magyarországon az elmúlt időszakban, ifjúsági klubok jöttek létre, de hogy melyik az, amelyikben bemennek a fiatalok. És még mindig azt a színjátékot játsszuk, hogy felnőttként kitaláljuk, hogy a fiataloknak vajon mi lesz a jó, és vagy eltaláljuk, vagy nem találjuk el. Mi erre csináltunk egy olyan filmet, amiben fiatalokat hívtunk el egy buszba, egyébként Kishegyesről is jöttek fiatalok, ebbe a buszba beültek, és körbe mentek a délalföldi régiónak 4-5 ifjúsági klubjába, és megmondták, hogy nekik ebbe azt tetszett, ebben meg amaz tetszett, abban meg egyáltalán nem tetszett. A film erről szól, 40 perces, nagyon jól lehet használni mondjuk döntéshozókkal egyfajta vitaindítónak. Makón például az ifjúsági klubban így érték el a nagyfokú költségvetési támogatást a fiatalok, hogy ezt a filmet bemutatták, és utána egyrészt ez nagy erőforrás volt nekik, másrészt pedig nagyon meg akarták csinálni, és az önkormányzat meghajolt. Úgyhogy lehet használni. Minden, amit mondok egyébként a honlapunkon elérhető, és nyugodtan keressetek, hogyha ilyen kérdésetek van. Egy konkrét szolgáltatásra hívnám fel a figyelmet. Ez májustól kezdve indul és egészen őszig tart. Ez a
A támogatást úgy nyertük rá, hogy a tavaszi periódusban, tehát a tavasz 12 pillanata címet viseli, vagy ahogy trendiként most már nevezzük, Max Otto von Stirlitz-tervnek hívjuk. Alapvetően arról szól, hogy 12 helyszínre, az eredeti támogatás szerint 24 volt egyébként, de mindegy, tehát hogy ahogy így fogyott a támogatás, a helyszínek is folytak, 12 helyszínre, Vajdaságban is vannak ilyen helyszínek, és a délalföldi régióban szeretnénk kitelepülni. Ebben az eurorégióban nincsen ifjúsági felkereső szolgáltatás, vagy nagyon gyenge. Itt láttuk egy ilyen sárga buszt, ez a szombathelyi Logomobilnak a busza, ami tele van interaktív eszközökkel, és különböző fesztiválokra, falunapokra, iskolai rendezvényekre kiárkál, és bevonja a fiatalokat, és onnantól kezdve az már egy jó felület, hogy lehet velük beszélgetni arról, hogy hogy érzik magukat, elindulhat egyfajta fejlesztési folyamat. Erre jó, de mindenféleképpen ezt a korosztályt le tudja kötni. Én tudom még, amikor ifjúságsegítőként dolgoztam Új-Szent Ivánon, Szegedtől egy 10 kilométerre lévő kis település, akkor a polgármester mindig azt mondta, hogy így a kicsiket könnyű lekötni, mert ugye kézműves foglalkozás, meg nemezelés, meg gyöngyfűzés, meg ilyeneket csináltunk. Az időseket az könnyű volt lekötni a harmadosztályú humoristával és a sörrel, meg a pörköltel, és amúgy is ők beszélgetni jöttek, és hát volt ez a gázos 16 plusz korosztály, amelyik meg így low flat, ezt nem tudták lekötni, és mondta, hogy arra találjunk ki valamit, mert a fiatalokhoz nagyon értünk, ez nem egy egyszerű dolog, igazániból ebben segítünk a helyi szakembereknek, hogy olyan eszközöket viszünk, amivel ezt a korosztályt le tudják kötni, és a fedő sztori, vagy hogy a hasznosságát is nézzük, Európai Uniós információkat szolgáltatunk a fiataloknak, tehát ha más nem is kapnak, akkor kapnak egyfajta rálátást arra, hogy az unióban hogy tanulhatnak, hogyan mozoghatnak, hogy használják ki az uniós lehetőségeket. Egyelőre az a tapasztalat, hogy nagyon szívesen fogadnak minket, sokat több helyre hívnak, mint amennyire szeretnénk menni. Ezt a projektben megelőzi egy felkészülési időszak, amiben Vajdaságból is várunk fiatalokat, és a délalföldi régióból is hallgatókat és ifjúságsegítőket, akik szeretnének benne lenni ebbe a bandába, aki bevethető. Tehát a tavasz 12 pillanat a kommandó keres fiatalokat, akik jól tudják lekötni a többi fiatalt. És ez így a Vajdaság autonóm tartományban is. Úgyhogy feltehetőleg egyébként Kishegyesen lesz a felkészítő tréning, valahogy így hozzászható, hogy Kishegyesen nem tudom miért. Aztán a pendő miatt, nem tudom. De hogy így ebben várunk partnereket. A honlapunk az itt található, és felhívnám külön a figyelmet azok számára, akik információt szolgáltatnak fiataloknak, hogy van egy eurodesk.hu oldal, ahol európai információkat gyorsan, könnyen, frissen lehet megszerezni, hogy könnyebben tudjatok szolgáltatni, és természetesen, bár közintézmény vagyunk, így egy kicsit úgy mozgunk a virtuális térben, mint az elefánt a porcelánboltba, de van Facebook oldalunk, úgyhogy lehet lájkolni, meg vannak rajta hasznos információk, és számtalan kiadványunk van, ami mert most nem frusztrálnak vagyok benneteket, és itt van az elérhetőség, hogyha akartok valami bővebben tudni erről. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt.